Sziasztok! Most pizza sereget fogunk csinálni. Ez a harmadik ilyen étel kutymákolós kihívás, amit csinálunk. Ugye ez is ugyanúgy van, mint a smoothie challenge, szóval a turmix kihívás meg a szendvics. Itt vannak a linkek, hogy János arcánál, hogy hol rakjátok, vagy hogy hol vannak ezek a videók. Jó, és akkor itt vannak smart papírok. Hát ezek most kiemeltek. Szóval nem akarunk többet magyarázni. Igen. Nem az a lényeg, hogy húzunk egy papírt, van rajta valami, és akkor rá kell rakni a pizzára, és egy undorító lesz. Nem értitek, nézzetek meg online. Szóval én kezdhetem. Kezdjed. Erős Pista! Ez összesből! Ez összesből! Oké, hozz Erős Pistát. Addig már húzzad a tiédet, és akkor egyszerre mehetünk a... Ezzel... Paradicsom! Ha-ha-ha! A Erős Pista, ezzel raktam rá valamilyen csilis majonézt, amit úgy is utálok. Nem szereti a csilit, nem szereti a majonézt, úgyhogy ez tökéletes. Én meg most... Csili elmegy, csak a majonéz ilyen... Én meg most vágom a paradicsomot. Én amúgy a pizzatésztát vettük, és raktunk rá paradicsomszószt, és... Püré. És meg... Saj. Fincsi. Hozzunk. Még egyet. Az enyém. Fahé! Oliva bogyó! Oliva bogyó, hagyjál már békén! Miért? Miért pont én? Miért Istenem, miért? Meg van a fahé és a... Sokkal jobb, hogy még feta sajt is van a belsejében. Cinnamon. Challenge. Ez nem az. Fú, de büdös! És ezt szerintem... mindjárt hányok? Most komolyan, még meg sem kóstoltam. Ő írta. Ezt én írtam, ezt a papírt. Na. Rakok rá 3 darabot. Állás, ki lehet, hogy itt van hűtőt? Te? Jó, húzzuk a következőt. Mindjárt hányok már. Attól hányok, hogy meg sem kóstoltam. Rozmaring, az jó. Magyarulvaj. Rozmaring. Csak hogy lássák, hogy nem kitalált dolgokat csinálunk. Ez a rozmaring. Jó. Magyarulvaj. Csak hogy legyen íze. Lés. Az enyém olyan, mintha ilyen pizza tényleg létezne. Szóval ilyen... Hasta la vista! Olyasmi. Ja, gugu gaga! Hasta la vista! Akkor csak úgy rákenem. Akkor is egy ilyen gazdusos talán. Ez a te sajtod? Na. Jó. Pörgessük! Fúj, de hányok! Én nem. Magyarul vagyok szeretem. És büdös... Ez nem rossz szem. Jó a szeme. És büdös a kezem a oliva bogyóval. Jó, következő. Következő az nekem. Szóval... Ó! Sonka pici. Az jó, az fincsi. Sonka pici. Mi a baj? Torma! Na, keresd meg a... Torma! Sokára ráraktuk utolsó húzások. És még maradt egy kicsi, ezt majd utána befalom. Az utolsótól mindig félek. Golden szirup. Nekem glitter! 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 Oh. Ez nem is igazi ennivalós, csak dekorálásnak. Nézd. Csilla. Itt van ugye a golden szirupom. Ez olyan, mint a méz. Csak golden szirup. Ó, ez nagyon szép. De még ide is rak. De ennek nincs is íze, ez csak dekoráció, szóval nincs is értelme. De akkor miért írtad? Azért, hogy valakinek jó legyen. Jó. Ja. Mikor indult el? Nem soha. Fél perce pontosan. Jó, készük a pizza. Ja, készek. Most jön egy bezumolt felvétel, és akkor jó étvágyat. Most már kész van, megsült, csak még várjuk, hogy egy kicsit kihűljön, mert tűzforró. Kihűltek a pizzák, kihűlt.
A tiéd olyan, mint a mézes kalács, meg egy kis porcukor. Nének jó az ilyen. Nének jó. Nem lehet. Én úgy akarom kóstolni, hogy minden legyen rajta, szóval ezt a részt. Itt. Mert itt van olíva. Egy paradicsomig? Aha, ezt kicsit odébb tolhatom. 3, 2, 1. Nem lenne olyan rossz, hogyha nem lenne rajta ez az olíva, hogy mindjárt hányak. Adj vizet! Milyen? Ráköpted a közömre! Még a paradicsom még nem jutott el. De legalább a paradicsom... Bocsánat, a ropogós van. Besorog komolyan. Van még édes. Miért kell nekünk ezt csinálnunk? Itt van a sajt! Milyen sajt? Megtudjuk a sajtot? Tényleg, az valahol eltűnt. De akkor ezt a részt itt. Nem, az ugyanolyan, mint az elejó volt. Most nem akarok még többet szenvedni. Ja, a ropogós rész nem is olyan rossz. Azt a részét megeszem, hogy nincs olíva vagyó. Akkor ezt add el, és akkor ezt a részt. Jó. Ráizzadt az oliva bogyó, úgyhogy ott van a neve. Legalább még ezt a paradicsomot, és akkor én is csinálok még. Még itt ezt a részt. Ja. Hogy ne kelljen annyit pazarolni. Nem akarok csámcsogni. Ez a rész az finom volt. Jó. Nekem igazából finom a ropogós. Szerintem nagyon rossz. Nem. Fúj, és ragad a kezem a golden sziruptól. És édes a tiéd, vagy milyen? Na, hogy elmagyarázzuk, hogy milyen ízű, az enyém édes, savanyú. Az enyém édes, savanyú, keserű, minden, ami lehet. És gusztusos talán. És itt a csípne is, és nem tudom, hogy mi csíp. Jó, szóval ennyi volt a videó. Pávri van. Nyugi Béla. Hánynom kell.